Sok szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban azt fogom neked megmutatni, hogy hogyan tudsz folyékonyan beszélni angolul. Nos, biztosan te is szeretnél döcögésmentesen beszélni angol nyelven. Képzeld el, hogy nem kell gondolkodnod a szavakon, a nyelvtani szerkezeteken, hanem egyszerűen minden megy magától. A külföldi barátaid vagy a HR-esek az állásinterjún pedig nem győznek dicsérni téged az angol nyelvtudásod miatt. Nos, ebben a videóban megmutatom, hogy mit, hogyan és mikor csinálj ahhoz, hogy ez a szint elérhető legyen a számodra. Ha folyékonyan akarsz beszélni angolul, akkor minél többet kell beszélned angol nyelven, ugye? Nos, ez az állítás csak részben igaz, ez valójában a második számú lépés. A múlt heti videómban részletesen megmutattam, hogy hol találsz magadnak anyanyelvi beszélgető partnereket, hogy még ki se kelljen menned a nappalitból ahhoz, hogy anyanyelviekkel társalogj angolul. Ha esetleg nem láttad ezt a videót, akkor fönt a kártyán ez elérhető lesz számodra, de még ne kattints erre a videóra. Az első lépés a folyékony beszédhez az olvasással és a szókincsbővítéssel kezdődik. Már is megmagyarázom, hogy hogy értem ezt. Ahhoz, hogy egyszerűen dőljön belőled az angol, ahhoz nagyon sok angol nyelvi szöveget kell látnod és feldolgoznod, tehát egyszerűen fogalmazva nagyon sokat kell olvasnod angol nyelven. Úgyhogy az első lépés az angol nyelvű magazinok olvasása. Azt javaslom, hogy olvass minél több könnyed angol nyelvű magazint és újságot. Budapesten számos helyen, például a nagyobb bevásárló központokban lehet ilyen angol nyelvű magazinokhoz hozzájutni, de szerencsére a legtöbb ezek közül online formátumban is elérhető, úgyhogy én a két kedvencemet szeretném a figyelmedbe ajánlani, az egyik a Newsweek, a másik pedig a Time Magazine. Mindkét újságnak a linkjét megtalálod a videó leírásában, hogyha lejjebb görgetsz. Nos, én azért szerettem ezeket a lapokat, mert nem csak egyetlen témával vagy egyetlen szakmával foglalkoznak, hanem híreket, elemzéseket, véleményeket nyújtanak nemzetközi témákról, technológiai újításokról, üzleti témákról, vagy esetleg a kultúráról. Tehát biztos, hogy fogsz bennük találni a saját érdeklődési körödnek megfelelő olvasmányt. Akár print, akár online verzióban fogyasztod ezeket a lapokat, húzd alá magadnak a számodra ismeretlen szavakat és kifejezéseket. Elképzelhető, hogy kezdetben az első időkben sok lesz a számodra ismeretlen kifejezés, de én arra biztatlak, hogy ez egyáltalán ne vegye el a kedved az egésztől, mindenki így kezdi, nincs kivétel. Én is ugyanígy indultam annó. És garantálom, hogy ahogy telnek múlnak a hetek, hónapok, ahogy egyre többet olvasol, ez a helyzet javulni fog, és egyre több kifejezés lesz már ismerős a számodra. Amikor azonosítattad az ismeretlen szavakat, akkor kezd el feldolgozni és megtanulni őket. Vagy esetleg rögtön beírhatod őket az Anki nevű programba. Hogy mi ez, abban most nem szeretnék részletesen bemenni. A szótanulásról szóló videósorozatot szintén fönt a kártyán fogod megtalálni. Második számú lépés, zsargon és szólások. Nos, ezeket a cikkeket olvasva látni fogod, hogy nagyon sok szólással és zsargonnal vannak dúsítva ezek a cikkek. Én azt javaslom neked, hogy ne csak az új szavakat és önállóan álló kifejezéseket tanulmányozd, hanem mindenképpen fordíts figyelmet és energiát arra, hogy elsajátítsd ezeket a kifejezéseket, ezeket a szóösszetételeket, mert valójában ezek jelentik egy nyelv igazi savaborsát. Egészen másképpen fognak majd rád nézni külföldön a külföldi kollégáid, vagy esetleg egy állásinterjú, ha bedobsz a beszélgetés során néhány ilyen szólást vagy kifejezést.
Elképzelhető, hogy nem érted rögtön, hogy mit jelent egy-egy szólás, vagy miért van ott, vagy mit jelent az magyar nyelven. Ajánlok figyelmedbe egy programot, ami ebben segítségedre lesz. A program neve idioms.thefreedictionary.com, és hogyha lejjebb gördítesz a leírásban, szintén megtalálod ennek a programnak a linkjét. A harmadik számú lépés pedig az edzés terv. Nézzük végig, hogy hogyan és milyen időbeosztásban foglalkoz az angol nyelvvel, ha kifejezetten a folyékony beszéd és a beszédfejlesztés a cél. Én azt javaslom, hogy egy adott héten minél többször, ideális esetben 6 alkalommal foglalkozz az angollal. Egy héten például 3-szor gyakorolhatod a beszédet, a GoSpeaky nevű program segítségével, akár külföldi barátokkal, ismerősökkel, akár egy társalgási klubban az új barátokkal, ez lehet mondjuk hétfő, szerda és péntek, egy héten pedig 3-szor, szállj rá mondjuk minimum napi 1 órát arra, hogy angol nyelven olvasol, ez lehet például a kedd, csütörtök és a szombat. A 7. nap pedig legyen a pihenésé, ez egy tökéletes alkalom arra, hogy felvidd a számodra ismeretlen szavakat az Ankiba. Nos, a videó végén én köszönöm a figyelmet, remélem, hogy hasznosnak találtad. Viszlát legközelebb!